A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Mai műsorunkban ellátogatunk az Öreghegyi Egészségnapra, majd láthatnak egy beszélgetést hasznos információkkal az élelmiszer és biohulladék gyűjtésről. Tartsanak velünk! Öreghegyen rendezték meg az első őszi egészségügyi szűrőnapot. Főként azokat várták, akik hétköznap nem tudnak eljutni vizsgálatokra. Ez a férfi januárban szívműtéten esett át, ezért bár azóta jól van, a kardiológiai vizsgálatot nem hagyta volna ki. Rajta kívül még sokan ellátogattak az egészségnapra, ahol bőrgyógyászati és légzésfunkciós vizsgálat, bókakarindex és csontsűrűségmérés, testanalízis, mentálhigién és tanácsadás, vércukor és vérnyomás mérés is volt. Egész fiatal korom óta én minden évben jártam szűrővizsgálatokra, mert fontosnak tartom azt, hogy megelőzésképpen mindenféle olyan betegséget ki lehet szűrni, amilyen vizsgálatokkal kideríthető. Tehát az éves laborvizsgálatok, ultrahang, hasi ultrahang, tüdőszűrés, ezeket mind ilyen fontosnak tartom, nőgyógyászati szűrővizsgálatokat úgy szintén. A városrészi szűrőprogramok remek lehetőséget adnak arra, hogy a résztvevők pontos képet kapjanak egészségügyi állapotukról, tanácsokkal és további szakmai útmutatásukat követve vigyázzanak szervezetükre, hangsúlyozta Keresztúri Lászlóné, az egészségfejlesztési iroda vezetője. Általában az a trend, hogy a teljes megjelenés olyan 100 fő körül van. A vizsgálatokra a bejelentkezéskor, hogy általában 60-an, de az a maximum, akik be tudnak jelentkezni, és akik még olyan vizsgálatokra jönnek, amire nem kell bejelentkezni, állapotfelmérésre, inbodimérésre, valamilyen tanácsadásra, ők még kiteszik, ez a 40 fő, ez körülbelül annyi, amennyi. De volt már úgy, hogy itt 120-an voltak. Kardiológia, EKG, bokakarindex meghatározás, csontsűrűségmérés, tüdőkapacitásmérés, van pszichológiai tesztünk, testösszetételmérés, állapotfelmérés, bőrgyógyászati vizsgálat, tehát a teljes palettát hoztuk magunkkal. Azt gondolom, hogy egy figyelemfelkeltő, előfordult már olyan, hogy sürgősségűre küldtünk be valakit, tehát a kardiológiai vizsgálatot követően előfordult olyan nem egyszer, hogy házi orvosnál utána házi orvos küldte tovább, tehát mi házi orvoshoz tudunk elsősorban irányítani. Házi orvos küldte tovább, és kiderült, hogy csontritkulása van valakinek, cukor problémái vannak. Tehát azért az egy elég jól meghatározható leletet kapnak, egy elég jól behatárolható értékkel, amivel mondhatjuk azt, hogy nincsen semmi probléma, egy év múlva vagy két év múlva találkozunk egy ugyanilyen szűrővizsgálaton, de nagyon sokaknak kell elmondanunk azt, hogy a házi orvoshoz tessék elmenni, tessék vele megkonzultálni, hogy hogyan tovább, mert hogy ez az eredmény ez nem elfogadható. Én azt gondolom, hogy minél hamarabb kiderül, hogy akár cukorral, akár csontsűrűséggel, akár kardiológiai területen van probléma, aki azt látja magán, hogy bőrgyógyászati eltérése van, ő szívesen jön, tehát az egy felkapott terület, de hát mondjuk egy 35-40 évesen érdemes egy alapállapot felmérés. Nincs semmi problémám, de nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy 35-40 évesek már úgy jönnek, hogy hát magas a vérnyomása, magas a vércukra, van egy extrém magas koleszterin szintje. A hölgyeknél is 40 éves kor körül már elkezdődik a klimax, elkezd rákészülni a szervezet. Lehet, hogy tényleges klimax időszaka az későbbi, tehát akár 50 éves korra tehető, de az ösztrogén szint elkezd csökkenni 40 éves korban, és ez eredményezheti a csontritkulást. Tehát jó, hogyha van egy alapállapot, hogy nekem most jó, tökéletes, így néz ki, ezt elteszem ezt a leletet, 10 év múlva, amikor már a klimax idejében tartok, akkor megnézettem még egyszer, és látom, hogy mennyit csökkent. Tehát ezért van értelme, hogy legyen egy alapállapotunk, tudjuk, hogy egészségesek vagyunk, ha meg nem, akkor még egy életmódváltással, gyógyszer nélkül lehessen változtatni. Egészen fájdalmatlan, és nagyon sok mindenre rávilágít. Hogy helyesen étkezünk el, milyen a szervezet víztartalma, mennyi zsírfeleslegünk van, hogy arándanak az egyes testtől szeretnek egy máshoz. Úgyhogy ez egy nagyon kellemes vizsgálat, és nagyon sok mindenről a felvilágítást. Az egészségnapon a város egészségügyi tanácsnoka a testösszetételmérést
végeztett el. Östör Anna Mária maga is rendszeresen részt vesz szűrővizsgálatokon, és a városban élőket is erre ösztönzi. Öreghegyen kezdtük most az évi városrészi szűrőnapok sorozatát, és igyekszünk minden városrészbe eljutni. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy mindenkinek a lakóhelyéhez közelre vigyük ezeket a szűréseket, és egy olyan hétvégi időpontot találjunk, amikor azok is el tudnak jönni, akik dolgoznak, hiszen ők szűrés miatt lehet, hogy nem fognak rendeléseken jelentkezni. Itt nagyon sok vizsgálatot tudunk elvégezni, szerintem hónapokat tud nyerni valaki, hogyha egy ilyen sorozaton részt vesz nálunk. Nagyon közkedveltek, hát természetesen egy 95 ezres város lakosságát nem tudjuk átszűrni, azonban a figyelem felhívása lényeg az, hogy mindenki figyeljen magára, lehetőség szerint vegyen igénybe egy-egy szűrést, amíg nincs panasza, ami az ő életkorának megfelelő, és mindenki vigyázzon magára. A következő percekben a biohulladék gyűjtéséről fogunk beszélgetni itt a stúdióban. A vendégem pedig a Deponia Nonprofit Kft. Ügyvezetője, Steigerwald Tibor. Köszöntelek, örülök, hogy itt vagy és beszélhetünk a témáról. Én is köszöntelek és köszöntöm a televízió nézőket. Elindult ez a program Székesfehérváron is, sok más várossal együtt, de ha jól tudom, akkor kiemelkedő helyen is vagyunk e téren. Még mielőtt belemegyünk a részletekbe, egy picit tisztázzuk magát ezt a programot is, meg hát szerintem magának a biohulladéknak a fogalmát is, mert hogy arról beszélünk, ugye, hogy a biohulladékot és az élelmiszer hulladékot próbáljátok ösztönözni azzal, illetve a gyűjtésétre a házi asszonyokat is, vagy a házi urakat is próbáljátok ösztönözni, mert hogy fontos, hogy szelektíven gyűjtsünk. Na most mindent, sok mindent így egybe belegyűrtem, de szeretném, ha ezeket így kirészleteznénk. Igen, biohulladéknak hívjuk, de valójában ugye ezek egy nagy tág fogalomkörről beszélünk, de minden olyan ebből a szempontból érdekes, ami biológiailag lebomló, tehát ami szerves anyagot tartalmaz. Eddig nem volt erre elkülönített megoldásunk, mindenki két utat választhatott a élelmiszer hulladék esetében, főleg a társasházaknál, vagy a kukába öntötte, vagy a WC-be. Összességében azt gondolom, nem vagyok szennyvízes szakember, de azt gondolom, hogy a másik megoldás sem jó. A hulladékban biztos vagyok. Mindenféle olyan káros folyamat zajlik, amit érzünk is, hisz bomlik és szaga van. De nem csak ez emiatt lényeges, hogy ez minél kisebb mértékű legyen a kukákban ez a folyamat, ami végbe megy, hanem környezetvédelmi szempontból is. Tehát igazából elég régóta tudjuk, hogy ennek az lenne a jó útja, hogyha külön gyűjtenénk, és valamit a bomlással kezdenénk is, nem csak hagynánk, hogy végbe menjen, és káros hatásokat végignéznénk. Tehát igazából ezzel az új rendszerrel, ami létrejött, ez a koncesziós rendszer, ezzel indult el ez a folyamat, hogy kezdjünk valamit ezekkel a lebomló hulladékokkal, és ezt gyűjtsük külön. Az idei év februárjától kezdődött ez a különgyűjtés, és amiért ez az egész zajlik, és a kérdésre még visszacsatlakozva, hogy ezek a hulladékok külön kerülnek kezelésre, még eddig lerakóba kerültek, ami a lehető legrosszabb megoldás, ami egy hulladékkal történhet. Innentől kezdve, hogy ez külön gyűjtve van, tisztán gyűjtve van, biogázüzembe kerül, és így a bomlás részét elektromos áramelőállítással, tehát az energia részét elektromos áramelőállítással használják, a maradék anyag pedig 100%-ban szántóföldön kiszórható lényegben szerves trágya. Tehát ennél jobb megoldás, amit az előbb elmondtam, nincs, és innentől kezdve ez a lehetőség itt nálunk adott Székesfehérváron, és azt gondolom, hogy ezzel élni kell. Igen, ezt akartam is kérdezni, hogy ugye ez leginkább a társasházakat érinti, mert ugye azok, akik mondjuk családi házban élnek, azok megtehetik azt, hogy mondjuk komposztálnak. Ja. És a komposztálással ugye visszakerül a földbe, és azáltal a környezetet is védik, és hát táplálják a talajt, de ugye erre a családi, illetve a társasházban élőknek nincs lehetőségük.
mennyire vált be ez a program? Ugye februárt mondtál, majd lesz, kicsit később beszélünk arról is, hogy most ennek volt egy újabb lépése, de hogy mennyire tűnt mondjuk augusztus végéig ez kezelhetőnek? Előzetes ilyen magyarországi gyakorlat nem nagyon volt. Miskolcon volt ilyen 1000 főre kiterjedő kísérlet korábban, azért az ugye nem tekinthető egy ilyen számottevő megoldásnak, meg sok tapasztalat ebből nem volt. Úgyhogy igazából vakon vágtunk ebbe bele, ráadásul nekünk volt egy csomó olyan javaslatunk, ami eltért a más városokban alkalmazottaktól, és azt gondolom, hogy ezzel együtt, illetve a lakosság abszolút pozitív hozzáállásával együtt, tényleg nagyon-nagyon szép eredményekről lehet beszámolni. Mind mennyiség, mind pedig hulladék összetétel, tehát mondanám azt, hogy minőség tekintetében is. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a várthoz képest is, illetve a más városokhoz képest is sokkal jobban gyűjtünk mi Székesfehérváron is. Erre szerintem ezt mondjuk ki, erre legyünk büszkék, ennek örüljünk, és menjünk tovább ezen az úton, tehát ne álljunk meg. Tehát összességében, és majd tudok mondani számokat is, azt gondolom, hogy ez a döntés nagyon jónak bizonyult, és ez a program szerintem már eddig is nagyon jól bevált, és előrelépési lehetőségek is vannak. Olvastam egy olyant, hogy talán van erre valami előírás, hogy 2036-ra, ha jól emlékszem az évszámra, addigra meg van határozva, hogy mennyi az a biohulladék, amit újra kell hasznosítani? Nem a bióra vonatkozik, hanem minden olyan hulladékra, ami hasznosítható. Az összkibocsátott és elvileg hasznosítható hulladékoknak 65%-át ténylegesen hasznosítani kell. Most országosan 32-33%-nál járunk. És ugye mindig, amikor már a végcélhez közelítünk, az igazán nehéz. Az első lépéseket megtenni az nem olyan nagyon nehéz, az eredmények is akkor viszonylag jól jönnek. Tehát ahogy majd közeledünk ehhez, ezért az egyre nehezebb lesz, azt gondolom. És itt, ha már ennél a számnál tartunk, akkor mellé kell mondani mindig egy másik számot is. Ugyanez időpontban, tehát 2035-re a lerakásra kerülő hulladék, az már csak az összhulladéknak 10%-a lehet. Ez egy nagyon-nagyon alacsony szám. Most 50, az utóbbi egy évben egy kicsit talán még 50 fölött is járunk. Na, onnan levinni 10%-ra az lesz a gürcös feladat, azt gondolom. Azt mondtad, hogy mondasz számokat Székesfehérvárt illetően, akkor ez hogy alakult? Már az első időszakban nagyon jól gyűjtöttünk. Tehát igazából az egyik csúcs volt a gyűjtést követő 6. hét. Ki gondolta volna. Azt követően kicsit megtorpant a gyűjtés, azt gondolom akkor, hogy mindenki elkezdett azon gondolkodni, hogy azért ez nem olyan egyszerű, mert ezt a kis edénkét mosogatni kell, meg visszavinni, meg egyéb, tehát nem olyan könnyű tőle megszabadulni, mint a biohulladéktól, mint mondjuk a zacskós vegyes hulladéktól. De aztán utána szépen lassan elkezdtek felfelé menni a számok. Nyár közepéig már ott tartottunk, hogy a heti 6 tonna gyűlt ebből az anyagból, ami egy nagyon magas szám, és itt kell elmondanom azt, amire rendkívül büszke vagyok, mint itteni lakó, hogy a 14 városból Székesfehérvár gyűjtötte az összmennyiségnek az 1/3-át. Az ilyen. És emellé még egy érdekes adatot mondanék, hogy a fővárosban, ahol nagyjából hasonló lakosságszám volt megcélozva, mint Székesfehérváron az első körben, nagyságrendnyi eltérés van Székesfehérvár javára a gyűjtött mennyiségben. Pont egy nagyságrendnyi, tehát 10-szer annyi gyűjtöttek a fehérváriak. Körülbelül ugyanannyian, körülbelül ugyanakkor a területen, ugyanannyi gyűjtőedénybe. Ez szerintem nagyon-nagyon jó, és ami még pont ennyire fontos szerintem, az előbb említett minőséghez visszacsatolva, 5% alatt van az idegen anyagtartalom. Nagyon, ez a kezdettől fogva nagyon-nagyon mi is, meg az ezt szervező MOHU is nagyon nagy energiákat vittünk abba, hogy ebben a szemléletet jól alakítsuk ki. És nagyon sok szórólap, ugye az edényekre föl van téve, plakátok, sajtó megjelenések, egyebek,
a mi szemléletformáló akcióink során is nagyon sokszor elmondtuk, hogy mit lehet, mit kell, mit szabad beletenni, és mit nem. Uh-huh. És azt kell, hogy mondjam, hogy ebben nagyon-nagyon jól szerepelnek a fehérvári hulladéktermelők, és ennek szerintem nagyon-nagyon kell örülni. Máshol ez nagyon nem így van. Tehát más városban ezzel még rengeteget kell szenvedniük. Hát akkor akár lehet egy jó példa, jó gyakorlat. Én azt mondom, hogy ezt ma a MOHU abszolút mindenhol hangoztatja, elmondja, hogy Székesfehérvár ebből a szempontból egy abszolút jó példa. No, azok kedvére, akik esetleg vagy nem kapcsolódtak még be ebbe, bár lehet, hogy kaptak ilyen kiskukát, vagy azoknak, akik majd, mert ugye tudjuk azt, hogy ki fogjátok terjeszteni majd, de majd erről még később is beszélünk. Tehát, hogyha nem ismeri valaki ezt az egészet, hogy hogy működik, azok kedvéért mondjuk el, hogy hogy néz ki ez a program, és akkor egy picit említsük meg azért azokat az anyagokat is, amiket itt lehet gyűjteni, jó? Jó. A rendszer úgy működik, ahogy elmondtad az elején, jelenleg még a társasházakban, lakótelepeken működik, minden háztartás részére biztosítottunk, küszöb elé letéve 5 literes jól záródó gyűjtőedényt, ugye megjelölve, hogy mit lehet, mit nem lehet vele tenni, ebbe kell gyűjteni azokat az anyagokat, amik ebbe valók, és a minden társasházi gyűjtőpont, tehát ahol a vegyes kukák vannak, nál elhelyeztünk 120 literes barna hulladékgyűjtő edényt, vagy edényeket, ez lehet, hogy több is egy gyűjtőhelyen. Ebbe kell bele önteni ezt a bio hulladéktartalmat. Ugye ettől macerás, hogy utána vissza kell vinni, mert nem tudunk elmenni vele a belvárosba sétálni, vagy a boltba, tehát vissza kell vinni. Azért ezt mindenkinek az 5 literes gyűjtőedényét ezt ki kell mosnia, tehát hogy ezzel kell foglalkoznia, de azt látom, hogy a székesfehérváriak ennek átment az, hogy ez egy fontos cél, és ez egy jó dolog, úgyhogy azt gondolom, hogy ez rendben van. Mi nyári időszakban hetente kétszer ürítjük ezeket a gyűjtőedényeket, pont a szakhatás elkerülése és a gyorsabb omlás miatt. Késő ősz, tehát igazából október 1-től május végéig, heti egy alkalommal, és ezeket az edényeket, tehát a barna 120 literes edényeket havi egy alkalommal mossuk is, bevisszük a telephelyünkre, ott speciális eszközökkel, mosószerrel tisztára mossuk, és visszavisszük. Szerintem ennek is köszönhető, hogy igazából nagy mértékű, vagy egyáltalán is reklamáció ezzel kapcsolatban nem volt, és ez szerintem egy nagyon jó dolog, mert hát nagyon forró nyarunk volt, tehát lehetett is volna, de szerencsére nem volt ebből probléma. És mik azok, amik belehelyezhetők, ami nem okoz problémát? Minden olyan, ami szerves anyag, tehát igazából ugye konyhai zöld, ott akkor a krumplihéj, de mondjuk a tojáshéj is, ami ugye se a színét tekintve nem zöld, se nem növényi, de a kávézac is belehelyezhető, ezen kívül ételmaradékok, bármi igazából. Akár a kenyér széle is? Abszolút, abszolút. Abból egyébként jelentős mennyiség van is benne. Kenyér sajnos nagyon sok van benne, azt, ha kinyitjuk a kukát, látjuk. Tehát igazából minden olyan, ami ilyen problémás anyag és szerves anyag. Nagyon fontos, hogy csomagoló anyag ne kerüljön bele, tehát azért ne tegyenek bele külön kis zacskocskát. Tudom, hogy könnyebb attól az ürítés, de az problémát okoz a feldolgozás során. Ne kerüljön bele a megromlott húsleves dunsztos üvegben, mert az szintén problémát okoz. Ne kerüljenek bele csontok. Ugye ez nem nekünk okoz problémát a szállítás során, hanem a feldolgozás során. Ott olyan viszonylag precíziós eszközökön megy keresztül a kezelés során ez a hulladék, ami a gépeknek a károsodását, hibáját okozza. Úgyhogy ezt mindenképpen kerüljük. Beszéltünk egy időszakról, ami mondjuk szeptember elejéig tartott körülbelül, és akkor most a elmúlt hetekben arról tájékoztattuk a lakosságot, hogy ugye kiterjesztettétek ezt a programot. Akkor mondjuk el azt is, hogy eddig hol voltak, merre terjesztettétek, mennyi kuka került most ki, és hogy a jövőre mik a tervek? Jó. Február 1-jével indult a program, akkor 10.000 háztartás, kicsit több, 10.500 körüli háztartás kapott ilyen gyűjtőedényt, ennyi lakosság került. Nagyjából 24.000 fő egyébként került bevonásra
ebbe a szolgáltatásba. Az első etapban 3 lakótelepet vontunk be, Palotaváros, Tóváros és a Szedreskert. Körülbelül ez vette le ezt a lakosságszámot. Azt gondoltuk februárban, hogy ez év végéig így fog menni, és pont az eredményeinknek köszönhető az, hogy legalább 2 lépésben, mert eddig ennyi megvalósult, legalább 2 lépésben bővíteni tudjuk ezt a szolgáltatást. Egy kisebb lépés volt május körül, ha jól emlékszem, április-május. Akkor 2 kisebb lakótelep került bevonásra, bocsánat, nem is 2-4, a Almási telep, a Fáji lakótelep, a Királykút és az Ibli. Ez egy viszonylag kisebb bővítés volt, itt igazából voltak plusz szedények, amiket erre fel lehetett használni, és akkor ezt sikerült meglépnünk. A következő, és igazából a legnagyobb lépés, ez a most szeptember 6-tól megvalósuló volt. Augusztus végén kezdtük kiosztani a gyűjtőedényeket, 15.600, ha jól emlékszem, darab gyűjtőedény, tehát ezzel összesen már 25.000 fölötti az eddig kiosztott edényszám és bevont lakos, vagy háztartás szám. Nincsenek pontos adataim a háztartásokról vannak, hogy mennyien laknak benne, nyilván nem, de úgy tippeljük, hogy a 60-65.000 ember az, aki most ehhez a szolgáltatáshoz hozzáfér. Nincs több ilyen az országban, tehát igazából ennek a maximum az 1/3 az, ami a legnagyobb városban is rendelkezésre áll, úgyhogy Székesfehérvár ebben nagyon előre jár. Elindult az elmúlt hetekben egy felmérés arra vonatkozóan, hogy el tudjuk indítani jövő év elejétől, nem feltétlenül január 1-től, de valamikor az elejétől a családi házakra vonatkozóan is ezt a szolgáltatást, hisz nem biztos, hogy mindenki komposztál, nem biztos, hogy ezen hulladékok közül mindent szeretne komposztálni, tehát sok minden előfordulhat, tehát rendelkezésre kell, azt gondoljuk, bocsátani ezt a szolgáltatást a családi házakban is. Az körülbelül 17.000 háztartást jelent, kicsit több, mint 17.000-et. Ha ez megvalósul, akkor azt gondolom, hogy már előre bátran mondhatom, hogy biztosan, hogy Székesfehérvár lesz az első olyan város az országban, ahol a teljes lakosság rendelkezésére tudjuk bocsátani ezt a szolgáltatást, ami szerintem megint csak egy nagy büszkeség. Akkor még itt a beszélgetésünk végén, hogyha mondjuk még valaki nem gyűjti, mondjuk vegyük azt, hogy egy háziasszony, mint én, szeretnéd meggyőzni arról, hogy miért fontos az, hogy gyűjtsünk, mondjuk akár az ő részéről, de inkább azt gondolom környezetvédelmi szempontból leginkább, akkor mit mondanál? Hát környezetvédelem azt gondolom, hogy azért az kell, hogy mindenkinek fontos legyen. Egy ilyen nyár, majd azt követően egy ilyen időszak, amiben most vagyunk időjárás szempontjából, szerintem mindenki számára sokat mondó. Tehát a környezetünkért nagyon sokat kell tenni, meg kell óvjuk egyre inkább, és azokat a szokásainkat, amit eddig káros szokásainkat, amiket hozzá voltunk szokva, meg kell változtatni, mert muszáj. Gyerekeink, unokáink, de saját magunk érdekében is, tehát ez nem kérdés. De egy lakóközösségnek szerintem az is fontos, hogyha az ilyen kényes hulladékok, mint ez a biohulladékok, ezek külön kerülnek gyűjtésre, gyakrabban kerülnek elszállításra, a gyűjtőedények mosásra kerülnek. Tehát szerintem a lakóközösség komfortérzetéhez is hozzájárulunk, jobb komfortérzetéhez azzal, hogyha ezt a szolgáltatást igénybe veszük. Szerintem ezen két szempontnak, ha kicsit is szeretnénk megfelelni, ahhoz képest ez nem nagy áldozat, amit ezért tenni kell. Úgyhogy ilyen kérnék mindenkit, hogy minél többen vegyenek részt ebben a szolgáltatásban. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál, és beszélhettünk erről a fontos témáról, és hát kívánom, hogy Fehérvár akkor járjon továbbra is élen ebben a programban, ebben a harcban, amit ti azért az zászlótokra tűztetek, és hát legközelebb is várlak egy hasonló témában, szerintem lesz még miről beszélgessünk. Köszönöm szépen, és hát nyilván cégünk részéről mindent meg fogunk tenni, hogy ez a szolgáltatás és az egyéb szolgáltatásaink is sikeresek legyenek. Köszönöm szépen. Ez volt már az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is, szép estét kívánok, viszontlátásra!
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.